Hát kedves nézőink, ahogy az előbbi felvezetőben is említettem, bizony az idei Neked munka, nekem álom című projekt, mely ugye a Mécses Egyesületnél zajlik már évek óta, hát olyan személlyel bővült, aki magát a televíziózást szerette volna kipróbálni, és ha minden igaz, akkor hamarosan egy interjút is fog készíteni. Mielőtt azonban átadnám a mikrofont, hadd kérdezzem meg tőled, hogy egyáltalán miért ezt a munkát választottad? Mi tetszik ebbe? Hát megmondom őszintén, hogy engem gyerekkorom óta nagyon érdekelt a média világa. Én nagyon sokat néztem, és nézek most is híradásokat, és lehet, hogy meg fognak lepődni a kedves nézők, hogy mostanában azért nézek híradót, mert aki éppen ott ül, mint aki ugye a híradót vezeti, ugye magamat szeretem oda képzelni, mint hogyha én ülnék ott a stúdióba, és úgy már sokszor elképzeltem magamról, hogy lehet, hogy ezt én is tudnám csinálni, és én ezért bátorkodtam, hogy jelentkezek a Neked munka, nekem álom programjára. Igaz, már tavaly is próbálkoztam, de tavaly sajnos lekéstem róla, így nem sikerült, de nem adtam fel, hiszen hittem abban, hogy idén már lesz rá lehetőség, és megpróbálkoztam, és nagyon örülök, hogy sikerült, és idáig el tudtam jutni. Na hát akkor ezek szerint szereted magad megmutatni, meg amit tudsz, mert ugye egyébként én már emlékszem arra, hogy minthogyha a múltkori Fogyatékkal Élők Nemzetközi Napján azt hiszem egy verset is írtál, jól emlékszem én erre, és ott el is szavaltad. Így van. Hát erről talán annyit érdemes tudni, hogy én 2016. december 20-a óta írok verseket, kisebb-nagyobb szüneteket leszámítva. Nagyon szeretem csinálni, mert szeretem a gondolatokat, szeretem az elmondani valót így rímekbe szedni, és egy akár így több versben is megfogalmazni, leírni, és a Fogyatékossággal Élők Világnapja is hasonlóképpen született meg. Amiről talán még annyit érdemes még tudni, hogy a versben azt mondtam el, hogy ez miért jó, és miért érdemes évente megrendezni Magyarországon. Hát most ezt nem kell elmondanod, bár akár el is mondhatod az interjúban is, de hát akkor végül is ezt találtuk ki, hogy akkor most csinál te az interjút, jó? Ne kelljen nekem dolgozni. Úgyhogy tiéd a mikrofon. Köszönöm szépen, úgy lesz. Átveszem a mikrofont és csinálom. És akkor a folytatásban a Mécses Szolgáló Közösség Egyesületének ügyvezető asszonyával fogok beszélgetni a Neked munka, nekem álom programról, hogy hogyan is zajlott az idei, mit tudunk? A Neked munka, nekem álom program egy sok éves hagyományra tekint vissza, és Magyarországon harmadszorra rendeződött meg. Most már Magyarországon minden megyében lezajlott ez a program, és Békés megyében a mi szervezetünk valósította meg ezt a programot. 10 fogyatékkal élő embernek a álmát valósítottuk meg ezen a napon, és 15 önkéntes vett részt, illetve minden egyes fogyatékkal élő embernek, amikor elment egy munkahelyre, ott mentor kísérte végig, és vett részt vele. Mi a tapasztalat a visszajelzések alapján? Hát minden évben nagyon várják ezt a napot, hiszen most már benne van a köztudatban, hogy létezik az évben egy nap, amikor az az álma, amit szeretett volna egész életében, amit lehetséges, hogy a egészségi állapota vagy a helyzete miatt nem valósíthat meg, egy napra része lehet, úgyhogy sokan jelentkeznek, és úgy kell kiválogatni azt, hogy kinek teljesítjük, és hogy mit tudunk teljesíteni álmot. Tehát a tapasztalat, hogy ez egy jó dolog, és hogy tényleg egy csodálatos alkalomként élik meg, akik részt vesznek benne. Nem tudom, vissza tudunk tekinteni a kezdetekre, amikor az egész elkezdődött. Hogyan indult, és az Egyesület hogyan csatlakozott? Ez Írországban kezdődött, sokkal régebben, mint hogy itt Magyarországon van. Ott volt egy ilyen kezdeményezés, hogy fogyatékkal élő embereknek is adjunk legalább egy napra egy lehetőséget, és innen jött a neve, hogy Neked munka, nekem álom, hiszen nagyon sok ember számára ez egy rutin dolog, ami napközben, nap mint nap megy, hogy ő kamionsofőr legyen, vagy ő rendőr, vagy tanár, vagy orvos, és ugyanakkor ez valakinek a évek óta kis álma, hogy egyszerű is az lehessen, elérhetetlen,
és hogy ezt a ajándékot, ezt a álomot egy napra adjuk oda, több szempontból is, az egyik, hogy igazából megélje, megtapasztalja, és lehet, hogy amikor megtapasztalta, akkor egy nagy örömöt érez, lehet, hogy azt is megérzi, hogy ez neki nem biztos, hogy jó is volna munkának. A másik lehetőség pedig az, hogy a munkáltató lehet, hogy rádöbben, hogy hoppá, hát én ezt a munkavállalót fel is vehetném, hiszen annyira jól csinálja, és bejött ez a munka, és képes rá. Tehát van ilyen fajta kimenete is ennek a programnak, hogy a munkavállaló számára egy lehetőségé válik a munkavilágában. És a munkáltatók fele pedig egy érzékenyítés is ez a program, mert aki részt vesz benne, az biztos, hogy elfogadó, és kipróbálja azt, hogy milyen egy más képességekkel vagy problémával küzdő emberrel dolgozni, és hogy meggyőződik sok ember arról, hogy ez nem is olyan félelmetes, mert ugye nagyon sokszor aggódnak, hogy rosszul lesz, valami baj lesz, valamit ők nem értenek, mi történik, és hogy rájönnek, hogy ugyanolyan világban élnek, mint mi, mindenki. Volt már arra példa, hogy valaki ezen kereteken belül elment, és azt mondta az adott munkáltató, hogy hát én szeretném ezt a munkavállalót felvenni, hogy volt már ilyen, és utána elhelyezkedett oda, amit kipróbált akkor? A mi élettörténetünkben nem volt, ez ilyen nem valósult meg itt, de magában a program során már volt ilyen. Tehát itt Békés megyében 3 év alatt még ilyen helyzetünk nem volt. Olyan már volt, hogy a munkáltató mondta, hogy el tudja képzelni most már azt, hogy ez meg tud valósulni. Persze sok esetben ugye azért a biztonsági kockázatok szintje vagy egyebek miatt jelenleg nem valósítható meg, de hogy hosszú távon elképzelhetőnek látja. Ugye nemrég beszéltünk ugye a mentorokról, ugye, akik elkísérték a jelentkező fiatalokat az adott munkahelyekre. Mi volt a feladata a mentoroknak? Tulajdonképpen nekik a jelenlétük volt a fontos, egy biztonság mind a munkáltatónak, mind a munkavállalónak, akinek az álma volt, hogyha bármilyen probléma adódik, akkor a mentor volt az, aki tud közvetíteni, tud segíteni, illetve ő ismerte azt, aki ment, ugye voltak olyan munkavállalóink is, akik vagy nehezen beszéltek, vagy a beszédjük nem volt érthető, és akkor igazából a mentorok azért ott tolmácsolták, segítették azt, amit elmondott, vagy jelen voltak a helyzetben. És még egy fontos, volt egy munkavállalónk, most már eszembe jutott, akinek volt az, hogy kint volt egy szervezetnél, egy autizmussal élő munkavállalónk foglalkoztatáson, és utána mondták, hogy ők kipróbálnák, hogy jelen tud-e dolgozni, és 3 hónapig volt kint próba munkaidőn ennél a szervezetnél, és igazából a rábízott munkát mindent elvégzett, tehát azzal nem volt probléma. Ugyanakkor viszont az autizmusból adódó érzékelési problémák megjelentek, hogy ugye a szociális érzékelési hiánya küzdenek az autizmussal élő emberek, és ezért a munkatársak számára időnként nem érthető volt, hogy az ő viselkedése, és azt megértettük, hogy folyamatos mentorálással tudna csak jelen. Tehát a munkáját el tudná végezni annál az üzemnél, csak folyamatosan jelen kell lennie, mert ugye amikor már egyedül volt a nyílt munkaerőpiacon, akkor a mentor csak minden nap elkísért, és egy kicsit volt ott, de igazából azért egy idő után ott hagyta, és az ő esetében folyamatosan szükség van, hogy a mentor kezelje ezeket a helyzeteket, amit magától nem tudott. És igazából jó élmény volt számára, de a végén ne fájt neki, amikor el kellett jönni, mert hogy hát kicsit kudarcként élte meg. És esetleg még lesz rá lehetősége, hogy újból megpróbálja csak mondjuk máshol? Persze, ezt ugyanúgy próbáljuk.
ugye a neked munka, neked álom napban azt próbáljuk, hogy aki még nem volt sehol, soha nem próbálta ki, lehetőleg akkor ők menjenek elsősorban, de mivel a mentoráláson keresztül, meg ugye a munkaerőpiaci szolgáltatásokat is nyújtunk, ezért, hogyha van olyan lehetőség, akkor megpróbáljuk. Tehát ő azóta már volt egy másik munkahelyen, próbál, ott is maga a feladat, tehát ő számítógépes munkát bíztak rá, azt jól elvégezte. Ugyanakkor a kommunikációban és az érzékelésekben ott is megjelent ez a probléma, hogy szükség lenne folyamatos mentori segítségnyújtásra, hogy ő ott foglalkoztatásba tudjon maradni. Hogyha valaki szeretne ezen a programon részt venni, milyen feltételeknek kell megfelelni? Hát először is jelentkezni kell a programra, mert ez egy olyan dolog, hogy valamilyen fogyatékossággal élő ember számára nyújtható ez a program, és hogy jelentkezni kell, hát ez az alapvető feltétel. A másik, hogy az az álommunka, amit szeretne, arra találunk-e munkáltatót, olyat, aki partnerünk lesz, hiszen hogyha nagyon sok ember szeretne repülőgépet vezetni, vagy helikoptert, vagy űrhajós lenni, és lehet, hogy azokat az álmokat nem tudnánk teljesíteni, és azért itt is előfordul, hogy olyan álom kerül meghatározásra, amit nem tudunk teljesíteni, akkor ő nem tud bekerülni a programba, mert hogy ugye nincs másik oldala, fogadó oldala a programba. Nem tudom, hogy mennyit árulhatunk el a nézőknek, hogyan zajlik ennek a programnak a leszervezése, hiszen ugye korábban említetted, hogy hónapokba telik az egyeztetés, vagy hogyan zajlik ez? Hát igen, ez nem egy rövid idő. Minden egyes, tehát van egy jelentkezés, ki mit szeretne, aztán ugye minden egyes jelentkezővel meg kell ismerkedni, interjút készítünk, mit szeretne, milyenek a képességei, milyen álmai vannak, azokkal a vele lévő szülők, mentorok, segítő szakemberekkel is, hogy ők hogyan tudják támogatni, segíteni ebben. Ez is egy hosszadalmas, mert jelentkezik 25-30 ember, és akkor minden egyes fogyatékkal élővel ezt az interjút elkészítjük. Azután elkezdjük keresni a munkát. Ugye megjelenik az álom, mit szeretne, milyen munkahelyet, és hogy olyan munkáltatókat találunk-e, jelentkeznek-e, és van, hogy egy-egy tevékenységnek a megvalósításához több boltot kell megkeresnünk, vagy több éttermet, vagy több helyet, mert hogy mondjuk a munkáltató elzárkózik. Tehát azt mondja, hogy ne haragudjunk, ő nem vállalja be, hogy ezt a programot végigcsinálja velünk, akkor megköszönjük, és akkor megyünk egy következő helyet. Akkor telefonon időpontot egyeztetünk, elmondjuk, mit szeretnénk. Hogyha egyáltalán telefonon keresztül fogadnak, akkor utána elmegyünk a személyes találkozóra, ott elmondjuk. Akkor is még fennáll az esélye, hogy belemegy, vagy nem megy. Aztán nagyon sokszor kiderül, egy csomó hatósági engedélyre van szükség, vagy az ő főnökeinek kell engedélyeznie, mert mondjuk ő csak egy alkalmazott, vagy egy középvezető. Tehát ennek megvan, és akkor utána azzal kell leülni. De ugye most jelenleg a programban két fiatal rendőr volt, és hát a rendőrség ugye egy parancsuralmi rendszer van, tehát ott egészen fel a legfelsőbb szintig engedélyeket kellett kérni, hogy ők bemehessenek a rendőrkapitányságra, és egy napon keresztül ők belelássanak a rendőrség munkájába, ami viszont csodálatosan sikerült, mert felejthetetlen élmény volt ennek a két fiatalnak. Nem tudom, fel tudnád nekünk sorolni, hogy idén milyen kínálat állt a rendelkezésre, mikben vehettek részt a fiatalok? Hát ugye nem kínálat volt, hanem volt egy álom, és amihez kerestünk partnereket. Az én kis kolléganőm összeírta, hogy ne tévesszek. Tehát ketten voltak, akik a rendőrségen voltak, és igazából a nyomozás területén tekintettek be. Egy fő szakácsként próbálhatta ki magát, egy fő felszolgálóként, egy fő gyógyszertárban volt gyógyszertári asszisztens, egy fő a vasárukereskedésben volt, egy fő rendezvényszervezőként próbálhatta ki magát,
egy lapszabászatban, egy gépkocsi vezető sofőrként és egy fő riporterként. Megvan már a jövőbeni álom, vagy még korai erről beszélni? Hát mondjuk, hogy ugyanez a program megrendezésre kerül jövőre is? Hát nagyon remélem, ezt a programot az Emberi Erőforrások Minisztériuma támogatja, és a FSK, Nonprofit Kft., aki tulajdonképpen a pályázatot lebonyolítja, és a fő pályázója ennek a programnak a Szalva Vitti Alapítvány volt, mi neki vagyunk egy társpartnerei, és hát mint minden pályázatnál ugye a forrás támogatottságnak a függvénye általában azért egy program megvalósulása, és ugye most vagyunk éppen túl rajta, tehát még nem tudjuk, hogy a 2020-as évben lesz-e támogatás, de nagyon reméljük. Amikor ez a program befejeződött, nem tudom, hogy beszélgettek a fiatalok arról, de akár csak említésként, hogy jövőre is szívesen kipróbálnának valamit, vagy olyan valaki, aki még nem próbálta ki, de szeretne jövőre jelentkezni. Volt ilyen szándék, aki mondjuk említésként említette? Persze. Hát akik részesei voltak, azok mindenképpen szeretnének még egyszer mást is megnézni. Ez általában van, és vannak újabbak, akik felbátorodnak, akik eddig mondjuk visszahúzódtak, nem mernek, szégyenlősek, vagy nem annyira érzik magukat biztosnak abban, hogy ők bemerjenek egyet vállalni, akkor ők is jobban mernek. Tehát ez nagyon-nagyon sok területen. Azt gondolom, hogy ha egy nap 50 ember álmát is meg lehet, tehát 50-en is legyenek jelentkezők. Tehát ugye ez nem azon függ, hogy nincsen álom, hanem inkább az, hogy mekkora a keret és lehetőségek vannak erre. Igen, egyébként pont ezt akartam kérdezni, hogy akkor gyakorlatilag tehát nincs megszabva, hogy most 50-en lehet jelentkezni, vagy 100-an, vagy csak 40-en, hanem attól függ, hogy hány munkáltató jelentkezik? Hát attól függ, hogy mennyire van pénzkeretkapacitás, hiszen azért van egy pénzkeret arra, hogy az utazásokra, a telefonok lebonyolítására, tehát tulajdonképpen egy program megvalósításának van egy pénzügyi kerete, és a pénzügyi keretnek a függvénye, hogy hány embernek a álmát lehet teljesíteni, hiszen ez az alkalmazott számától is függ, hogy hány ember tud ebben a programban részt venni, hányan tudnak a szervezésben jelen lenni, és mivel azért ez a keret a minden évben egy picit kevesebb, úgyhogy igazából egyelőre nem nagyon bővíthető, tehát örülünk, hogyha ezt a 10-15 fő közötti álom teljesüléseket tudjuk tartani. Mit kívánsz, vagy mit tudnál elmondani azoknak mondjuk a nézőknek, akik mondjuk szeretnének jelentkezni, akár mondjuk itt helyben vannak, mit tudnál nekik elmondani a programmal kapcsolatban, mivel tudnád őket bíztatni? Hát, hogy álmodni mindig szabad is lehet, és kell. Az életben az álmok egy fontos része az életnek, és tenni kell érte, és azzal, hogyha elmerünk menni, és merünk jelentkezni, és azt elmerünk menni, kipróbálni magunkat, akkor már egy lépést tettünk az álmunkért, és hogy szabad, és hogy várunk mindenkit, akinek van álma, és elképzelése, és örülünk neki, hogy segítséget adhatunk benne, hiszen ez egy csodálatos dolog megélni, mikor látni valakinek az örömét. Ez legyen a végszó. Nagyon-nagyon szépen köszönjük. Az elmúlt percekben Balázsné Nelhűbel, Hendrettével, a Mécses Szolgáló Közösség Egyesületével beszélgettem az idei Neked Munka, Nekem Álom programról. Minden jót! Köszönöm szépen! Hát elkészült az interjú. Hogy érezted magad? Hogyan tetszett? Hát figyelj, de az igazság, azt kell mondjam neked, ha nagyon fiatalosan akarok fogalmazni, akkor fantasztikus. Mert azt láttam, és azt éreztem, hogy tényleg tehát ennyi volt a paletta, ennyi volt az idő, amivel rendelkezhettem, és hát tényleg azt csináltam, amit akartam, és tényleg hát azon voltam, hogy mint egy igazi TV-riporter megmutassam a lehető legjobb tudásomat, és remélem, hogy a nézők is így gondolkodnak egyébként, amikor ezt az adást majd meg fogják nézni. És hát nem szoktam magamat fényezni, de azért remélem, hogy sokan meg fogják ezt nézni, és kicsit meglepődnek. Hát én meglepődtem, nagyon ügyesen improvizáltál, azt kell, hogy mondjam. Tehát lereagáltad, amit mondott,
újabb és újabb kérdések jutottak az eszedbe, nem fagytál le. Ez már egy nagyon fontos dolog. Sokan nem is gondolnák, hogy mennyire könnyű egyébként egy ilyen helyzetben lefagyni. Igen, hát talán elmondhatom, hogy valószínűleg annak is köszöntem, hogy nem fagytam le, és nem voltam úgymond nehéz helyzetben, mert én kicsit mondhatnám azt is, ha őszinte akarnak lenni, hogy kicsit otthon vagyok a médiában félig meddig. És hogy honnan indul ez az egész, én egy online rádiónál dolgoztam egy évig, még az előző lakhelyemről vezettem minden vasárnap 3 óránál délután egy kulturális műsort, és azért ott is, tehát nagy felelősség volt rajtam, mert nagyon fontos volt, hogy milyen témát szedek össze, akkor ugye, tehát országosként kellett csinálni, mert csak online, sokan hallgatják, és hát ott bizony, ott azért meg kellett tanulni, hogy hogyan kérdezzél, hogyan beszéljél, hogyan add elő magad, ezek úgy megragadtak. Ez volt úgymond az életiskolának egy legfőbb állomása, úgy gondolom, és ennek volt ez talán köszönhető, hogy nem akadtam meg, mert amikor Henni beszélt, hogyha így elmondhatom, akkor nekem ugye volt időm gondolkodni, hogy mi legyen a következő kérdés. Igen. És akkor, mikor befejezte, akkor én már fel tudtam tenni ezt a kérdést. Nagyon ügyesen oldottad meg, azt kell, hogy mondjam, bár azt mondom, hogyha tényleg te már rádióztál, akkor erre szokták azt mondani, hogy hát így könnyű. Gratulálok, nagyon ügyes voltál, köszönöm szépen. Én is köszönöm szépen a lehetőséget, és kedves nézők, ahogy Henni elmondta, azt tudom önöknek is mondani, hogy bátran jelentkezzenek, ne féljenek, hiszen az esély megvan arra, aki még ezen nem vett részt, hogy jelentkezzen, és kipróbálhatja magát ott, ahol éppen szeretné. Így legyen.